A járvány továbbra is felszálló ágban van Európában. A kezdete óta Magyarországon már több mint 110 ezeren betegedtek meg. Erről beszélt Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, a maszkviselés önmagában már nem elég a pandémia megfékezéséhez, ezért kedd éjféltől újabb, szigorú intézkedések lépnek életbe idehaza. Orbán Viktor kiemelte, este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, bezárnak az éttermek, a stadionok és a középiskolák is. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden ülekezés tilos. Az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem. Általános rendezvény tilalom lép életbe. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10 vehetnek részt.